Már kora reggel lezárták a közterületfelügyelők a Kertész utcát, hogy a parkoló autók ne akadályozzák a takarítást, és a seprőgépek hozzáférjenek a szegélyek melletti részekhez is. A lakók jelezték, hogy ráférne egy alapos tisztítás az utcára. Ezzel kezdődött meg az idei tavaszi nagytakarítás Szombathelyen. A komplex akció 3 éve indult, a városgazdálkodási cégek szervezetten tisztítanak meg egy-egy utcát a városban. Ezúttal is kézi erővel és gépekkel dolgoztak. Ilyenkor nem csak a port, a szemetet és a lehullott leveleket söprik össze, de a csatornákat is átmossák. Több hónapos, éves szennyeződést távolítanak el a lefolyókból. A seprőautók ütemterv szerint minden nap dolgoznak a város utcáin, a komplex takarítási akciók ezt a munkát egészítik ki. Idén csak nem 40 millió forinttal többet fordít az önkormányzat köztisztaságra. Itt most a Kertész utcával kezdtük meg a tavaszi, koranyári utcatakarítási akciót. Az önkormányzat megrendelésére városszerte lesznek ilyen takarítások. A következő napokban majd a március 15-i események helyszínein fogunk hasonló takarításokat elvégezni, de jövő héten a kórház környékén, a Körösi Csoma Sándor utcába, vagy éppen a Szent Flórián körúton is meg fognak jelenni a gépek. Áprilisban, amikor már jobb idő lesz, elkezdik az útburkolati jelek, zebrák, parkolók újrafestését is.